Szoktunk futóversenyeket szervezni, de úgy gondoltuk, hogy mindenképpen kéne egy ilyen tradicionális nagy verseny, aminek hát ez az első nagy megméretetése, a Michina csúcstámadás. Hát ő magam tempójába futok, aztán majd meglátom, hogy ritkán futottunk eddig együtt, de most kipróbáljuk. A pécsiek nem csak előszeretettel mennek ki a sportrendezvényekre, gondolok itt a PMFC vagy a PVSK-nak a nagyobb mérkőzéseire, hanem maguk is fölhúzzák a tornacipőt, futócipőt, és szívesen eljönnek és mozognak. 3, 2, 1... Who is on their own, I wonder, and who has cast this spell I'm under? Függő a futás, hiszen tulajdonképp csak a távon múlik, és mindenki megtalálhatja azt a kilométerszakaszt, azt a méterszakaszt, ahol jól tudja magát érezni, ahol kényelmesen tud futni. Kicsit nem jobban készültem rá, mert most a nevezésnél döntöttem el, hogy indulni fogok, mert csak a gyerekek indultak volna. A távgyaloglást bírom, de a futásra kicsit jobban kellett volna. Mivel öten mentünk, ezért nem értünk be. Én lettem az első, hogy az összes közül csak hát család is számít. Ez egy nagyon nehéz, nem a hosszában, hanem a szint különbségében nagyon nehéz táv, de előnevezésben 50 fő profi versenyző nevezett, Kenyától kezdve Szlovéniáig, Ausztriáig, szóval nagyon sokan, és helyileg Pécset is rengetegen érdeklődtek iránta, és körülbelül olyan 100 versenyző lesz, aki megméretteti magát. Thank you.
szerintem így úgymond szakmai szempontból egy kicsit extrémre sikeredett, azért ez egy hobbifutónak nagyon nehéz pálya lehet. Kemény volt, de ezért jöttünk, úgyhogy én végig nagyon élveztem ezt a versenyt. Rengetegen érkeztek hozzánk, és amit említettem, hogy nem csak hazánkból, hanem külföldről is, és én úgy gondolom, hogy pár éven belül ez nagyon-nagyon népszerű lesz, ez a Michelin a csúcstámadás.